Jelenleg 160 többségében tanulásban akadályozott és enyhe értelmi fogyatékos, 3 és 25 év közötti tanulóval foglalkoznak a Pápai Endre Oktatási Intézményben, az ott dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő munkát segítő és technikai személyzet. A diákok javarészt makóiak, azonban a térségből is többen bejárnak az intézménybe. A Pulitzer Kollégiumban megrendezett esten nekik gyűjtöttek a támogatók, ennek részleteiről Martonosiné Görbe Erzsébet beszél stábunknak. A Fogadjál Alapítvány a Makói Pápai Endre Oktatási Intézmény tanulóit hivatott támogatni, az oktatás tárgyi feltételeit, illetve magát a gyerekek szabadidős programját, az iskolán kívüli programokat támogatja az alapítvány. Fontosnak tartják a közösségi programok szervezését, melyekben a gyerekek segítség nélkül nem tudnának részt venni, valamint a különböző kirándulásokat és délutáni foglalkozásokat. Ebben az évben legfőképpen a Pápai Napok rendezvénysorozatának támogatását tűztük ki célul, tehát itt a bál bevételét szeretnénk majd a tanév végén az egyhetes rendezvényünk színes programjaira fordítani, hogy mind a tanulóknak, dolgozóknak és az odalátogató vendégeknek tudjunk egy kicsit megmutatni iskolánk működését, a tanulókat, hogy hogyan szerepelnek különböző produktumokkal, és egy színes kavalkát, programot tudjunk az odalátogatóknak biztosítani. A közel 100 vendég között volt Cérbus Gábor alpolgármester is, aki idén már harmadik alkalommal vett részt a rendezvényen. Úgy gondolom, hogy ennek a mai bálnak van hosszú távon létjogosultsága, hiszen a 14. alkalommal tudunk összejönni, és önként adakozni a gyermekek javára jó szándékból. Úgy gondolom, hogy ezt a hagyományt tovább kell vinni, és bízom benne, hogy még nagyon sok hosszú éven keresztül fogunk tudni együtt bálazni. A Makói Mazsoret Egyesület rövid műsorral kedveskedett a résztvevőknek, majd az esti jó hangulatú vacsorával és tombola húzással zárult.